Ruhatházon. Rostás Zsigmond azért tiltakozott, mert szerinte a város polgármestere felelőtlenül ígérte meg a csatorna beruházást három utcában. Ezzel szemben Béres László polgármester azt állítja, semmire sem tett konkrét ígéretet. A hajdúhatházi Péli Nagy Gábor utca lakói évtizedek óta hiába várnak arra, hogy bekössék házukba a csatornát. Az utca a legutóbbi csatornázásból is kimaradt. A településen áprilisban fejeződött be a 900 millió forintos szennyvíz beruházás. Három utca azonban annak ellenére maradt ki a programból, hogy a polgármester két lakossági fórumon is megígérte, hogy lesz csatorna. Állítja Rostás Zsigmond, a terület önkormányzati képviselője. Egy felelős beosztásban lévő polgármester úr, és nem egy esetben tett már ilyet, hogy megígérte és megegyeztünk tervezési szinten, illetve képviselőtestületi határozat szinteken is. Nem először fordult elő, hogy ami meg volt beszélve, meg volt ígérve, nem teljesítette. Rostás Zsigmond petícióban is tiltakozott az utcák kihagyása ellen. A beadványt 240-en írták alá. Ugyanakkor a képviselő elismeri, hogy nem tudja, az érintett utcák szerepeltek-e a beruházás eredeti vagy a módosított terveiben. Én végig abban hitben voltam, hogy benne vannak. Meg most se tudom, hogy benne vannak-e az eredeti pályázatban, vagy sem. Miért nem nézi meg ezeket? Hát kérem szépen, ezt annyira titokban tartották, vagy nem is tudom. Én csak a képviselőtársaimtól informálódtam az egészről, hogy mint bonyolódik. Az információ zavar azonban nem szegte kedvét a tiltakozó képviselőnek. Rostás Zsigmond éhségsztrájkba kezdett az elmúlt héten. Így tiltakozik a polgármester szerinte felelőtlen ígéretei ellen. Csütörtök óta, hát ásványvizet, meg ilyen chipset, meg ilyesmit. Meg gyógyszereket, vitamin gyógyszereket szedek. Mert mondtam polgármester úrnak, hogy polgármester úr, bármennyire is nem akarom a problémát, a kellemetlenséget, a lakosság érdekében, mivel engem azért választottak meg, hogy képviseljem a lakosságomat. Ez a körzet 50 éve nem kapott semmilyenféle fejlesztést. Ki ellenőrzi azt, hogy ön éhségsztrájkol? Hát voltam az orvosnál, bent a körzeti orvosomnál. Hát ellenőrzés. Információink szerint Rostás képviselő úr cukorbeteg, ezért az egészségére veszélyes lehet az orvosi ellenőrzés nélküli koplalás. Felkerestük azt a házi orvost, akiről Rostás önkormányzati képviselő azt állította, hogy ő ellenőrzi majd az egészségi állapotát, miközben éhségsztrájkol. A házi orvos nem kívánt nyilatkozni, annyit azonban elmondott, stábunktól értesült arról, hogy az önkormányzati képviselő már napok óta éhségsztrájkol. Keveset tudnak Rostás úr éhségsztrájkjáról a választók körzetének lakói is. A többség még nem hallotta arról, hogy érdekükben koplal a képviselő. Mit tudnak arról, hogy Rostás képviselő úr éhségsztrájkol? Még nem tudunk semmit róla, még nem is hallottunk róla. Ismerik egyébként őt? Igen, ismerik. Képviselő a Hajdúhatháznak, a kisebbségének a képviselője. Én az újságból olvastam. Hogy igaz, nem igaz, nem tudjuk. Én nem tudok semmit még. Fogom mit. Persze, hogy egyetértek hozzá. Jó is járunk vele, Zsigával. Zsigát mondják, nem? Jó is járunk vele, 100%-os. Nem tudom. Hajdúhatász polgármestere a tiltakozással kapcsolatban elmondta, nem tett konkrét ígéretet arra, hogy kiépítik a csatornát az érintett utcákban. Béres László szerint a terepviszonyok jelentenek nehézséget. Azért, mert a terepviszonyok olyanok, hogy nem lehetett végig az utca teljes hosszába kiépíteni a csatornát, meg kellene építeni a város szélén lévő egyik utcán a hozzátartozó gerincvezetéket, és afelé lehetne csatlakoztatni ezt a két utca részletet. De ez Hajdúhatházon nem egyedi, mert más település részeken is volt úgy, hogy sajnos csak a utca felébe vagy kétharmadába tudtuk megépíteni az utcát. A csatorna pedig azért nem épült ki mindenütt, mert az állami támogatásból ezekre már nem futotta. Béres László ezért feleslegesnek tartja Rostás Zsigmond éhségsztrájkját. Az éhségsztrájkot, megmondom őszintén, önmagam mutogatónak tekintem, mert ha Hajdúhatház, a polgármester vagy bárki éhségsztrájkot folytatna azért, mert valami miatt nem kap támogatást, vagy a pályázatainkat nem úgy bírálják el, akkor már lehet, hogy rég nem lennénk ezen a földön. A polgármester szerint éhségsztrájk helyett inkább pályázati forrásokat kellene kutatni. A városvezetés szerint, ha lesz támogatás, akkor lesz csatorna is az érintett utcákban, Hajdúhatházon.